A lélegzés ösztönös, sokszor nem is figyelünk rá. A szakemberek szerint azonban érdemes megvizsgálni, hogy egyes élethelyzetekben, testtartásokban hogyan szívjuk be, illetve fújjuk ki a levegőt, ugyanis elengedhetetlen, hogy a nap 24 órájában megfelelő mennyiségű és minőségű oxigénnel lássuk el szervezetünket. Több stresszoldó módszer is létezik, ezek közül egyik, mondjuk a légzés technika, azt mondhatjuk. Az egyik legegyszerűbb dolog is a légzés technika, hiszen ez mindannyiunknak úgymond kéznél van. Tehát mindannyian lélegzünk, és ilyenkor felszokott merülni a kérdés, hogy kell ezzel külön foglalkozni, hiszen a légzés az egy spontán tevékenység, és akaratunktól függetlenül működik szerencsére. Tehát akkor is légzünk, hogyha nem figyelünk oda, vagy hogyha éppen alszunk. Ez így van jól, viszont az, hogy légzünk, az már egyáltalán nem mindegy. Tehát maga a légzés technika az, amit érdemes tanulni, és nagyon jó stresszoldó módszerként tud működni, hogyha erre odafigyelünk, és egy pici időt szánunk rá. Ezek nem bonyolult folyamatok, nem bonyolult technikák, nagyon könnyen elsajátítható, bár mindenki képes rá. Viszont egyetlen titka van, hogy gyakorolni kell, és lehetőleg rendszeresen. Tehát naponta egy 20-30 percet, hogyha valaki rászán arra, hogy valamelyik légzés technikát elkezdi alkalmazni, akkor észre fogja venni egy hónap múlva, hogy lényegesen megváltoztak a dolgok, csökkent a feszültség, csökkent a stressz, vagy hamarabb megbirkózik stresszes helyzetekkel, összességében jobban érzi magát a bőrében, mondhatjuk. A helyes légzés technika elsajátítása után is érdemes rendszeresen alkalmazni, gyakorolni azt. Oda kell rá figyelni, nyilván energiát kell belefektetni, de minden tanulásba valamennyi energiát kell fektetni. Nem sokat, nem egy bonyolult technika, de gyakorolni kell, ezt fel kell idézni, emlékezni kell rá, eszünkbe kell jutni, hogy mi ezt tudjuk és alkalmazzuk, és tényleg alkalmazni kell. Ez olyan, mint a biciklizés, hogyha az ember egyszer megtanulja, akkor tudja, csak újra meg újra, ugye gyakorolni kell, újra meg újra elő kell hívni, és akkor menni fog. Én azt gondolom, hogy megéri a befektetett időt, egy 20 perc mindenkinek van még a legrohanóbb életkörülmények között is arra, hogy magára szánja ezt az időt és foglalkozzon magával. A résztvevők amellett, hogy saját jólétükhöz hozzájárulnak, családjuknak is átadhatják az itt szerzett tudást. Vannak visszajáró vendégeink, úgymond, vagy tanulóink, akik újra meg újra van, aki többször eljön és felfrissíti a tudást és gyakorolja otthon, és elmondja, hogy otthon a családtagjaival is kipróbálta, a gyerekekkel is kipróbálta. Én igazából azt mondanám, hogy már óvodáskortól érdemes a gyerekeket rászoktatni egy helyes légzés technikára, nem mindegy, hogy mellkasi légzéssel légzünk, vagy hasi légzéssel légzünk. Borzasztó egyszerű dolgok vannak. Most mondok egy példát, hogy valamit haza is tudjunk ebből vinni, hogyha például ugye a kilégzésre és a belégzésre figyelünk, elkezdünk erre fókuszálni, ahogy beszívjuk a levegőt, és ahogy nyugodtan kifújjuk a levegőt. Ahogy figyelünk rá, már eleve lelassítjuk a légzésünket, lassabban kezdünk el lélegezni. Ha egy picit arra is figyelünk, hogy rövidebb legyen a belégzés, és egy picit elnyújtott, hosszabb a kilégzés, és ezt mondjuk 15 percen keresztül megtartjuk ezt a ritmust, akkor az egy szuper jó stresszoldó módszer lesz. Tehát pusztán ezt kétharmados légzésnek nevezik, tehát két egységre beszívjuk a levegőt, három egységre kifújjuk, és ezt legalább 15 percen keresztül gyakoroljuk, akkor ez egy nagyon jó feszültségoldó módszer. Ez borzasztóan egyszerű, bárki el tudja végezni, csak rá kell szánni az időt, és figyelni kell ezt a folyamatot. Kezdetben ugye oda kell rá figyelni, aztán amikor már berögzül, akkor ezt már automatikusan tudjuk produkálni. És hogyha ezt a nap folyamán esetleg többször meg tudjuk ismételni, mert nem kell hozzá semmilyen segédeszköz, ülve, állva, bárhol vagyunk, akkor ez egy folyamatosan stresszmentesítő állapotba tudjuk magunkat hozni. Tehát nagyon jó. Nagyon divatos manapság, és sokan foglalkoznak a mindfulness-szel, a jelenbelevés. Na most ehhez a legjobb módszer, hogyha elkezdünk a légzésünkre figyelni, hiszen ahogy beszívjuk a levegőt, és ahogy kifújjuk a levegőt, az a jelen pillanat. Az előző légvételünk már a múlthoz kapcsolódik, a következő légvételünk meg a jövőhöz fog kapcsolódni, tehát abban a pillanatban, amikor beszívjuk a levegőt és kifújjuk, abban a pillanatban a jelenben vagyunk. Érdemes ezt már csak ebből a szempontból is gyakorolni, ezt a módszert. És nagyon jó, ahogy mondtad, elalvás előtt is, amikor az ember lefekszik az ágyba, ha máskor nem, legalább akkor jusson eszébe, hogy egy picit figyeljen a légzésére, egyrészt hamarabb el fog aludni, könnyebben fog menni, és akár jobban is fog aludni. A foglalkozásokról naprakész információkat az iroda közösségi oldalán találhatnak az érdeklődők.